Ebben a hónapban két alkalommal tartott rendkívüli ülést a város önkormányzatának képviselőtestülete. Április 11-én több napi rendet is tárgyaltak a képviselők, míg április 19-én egy kérdést, témakört kellett megvitatniuk, illetve abban döntést hozni. Mindenről Keserű László tájékoztatta televíziónkat. Elsőként az április 11-i ülésről szólt jegyző úr. 8 napi rendi pontot tárgyalt meg a képviselőtestület, volt egy Keopus pályázati tárgyalás, egy kis hőközpont kiépítése, ami lényegében el tudná látni a több célú intézményt, a középiskolát, az óvodát, a művelési házat energiával, és a képviselőtestület ezügyben hozott döntést, hogy induljanak el a munkátok. Ez egy közel 438 millió forintos beruházás lenne, amelynek a saját része 63-65 millió forint között állapították meg. Ebben a képviselőtestület kimondta a döntés, hogy amennyien a pályázati kiírás megjelenik, akkor részt kíván venni. Ivóvízminőségjavítási programban is döntött a képviselőtestület, szándékozik pályázni, és itt feltétel, hogy a önkormányzat lehetőségeihez képes közfoglalkoztatás keretében embereket vonjon be ebbe a munkába. A képviselőtestület ezt a döntést kimondta. A gyógyfürdőben, illetve a fürdőben, amikor elkészültek a medencék felújítási munkái, azt követően sorozatos hibák jelentkeztek, leváltak a csempék, és a van garancia terhére az önkormányzatot 5 millió forintot lehívta. Ez az 5 millió forint a munkák elvégzésére rendelkezésre áll, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy a gyógyfürdő Kft. Végezze folyamatosan a felmerülő hibáknak a kijavítását. Történt egy kezdeményezés Nemesné IV. Részéről, hogy a püspöklány helységnév táblát 8 ponton szeretné kihelyezni rovás írással, ezt a képviselőtestület támogatta. A lomtalanításra, amely május 12-én fog megtörténni, közel bruttó 2 millió forint támogatást biztosított az önkormányzat, illetve külterület ingatlan beltölthez történő csatolásában is kimondta a döntést, valamint a több célú intézmény, a középiskola és az óvoda vonatkozásában iskolai tehetséggondozó pályázatra kimondta a támogató nyilatkozatát a képviselőtestület. Ezek voltak a főbb döntések ezen az ülésen. Április 19-én ismét összeültek a képviselők. Keserű László jegyző úr információi szerint egy fegyelmi ügy megtárgyalására került sor. Március hónapban egy munkaügyi vita kapcsán történtek olyan észrevételek a segítőkezek intézményi dolgozói részéről, amelyek alapján a képviselőtestület elrendelte március hónapban a fegyelmi vizsgálat lebonyolítását. Itt az merült fel, hogy a gondozási naplók szabálytalanul lettek vezetve. A képviselőtestület a vonatkozó jogszabályok alapján vizsgáló biztos jelölt ki a fegyelmi eljárás kivizsgálására Papp Lászlóné intézményvezető személyében. A vizsgáló biztos a vizsgálatokat elvégezte, az ügy összes iratát a saját véleményével együtt átadta a polgármesterasszonynak, és a polgármesterasszony ez alapján összehívta a soron kívüli képviselőtestület ülést. A dokumentumokat megismerve, illetve mind a vizsgáló biztost, mind intézményvezető asszony meghallgatva, a képviselőtestület végül is meghozta a döntését a fegyelmi tárgyában. Ez alapján a közalkalmazottakról szóló törvényben foglalt fegyelmi büntetések közül a magasabb vezetői megbízás fegyelmi hatályú visszavonását szavazta meg a képviselőtestület. Keserű László jegyző arról is tájékoztatta televíziónkat, hogy a képviselőtestület az intézmény dolgozói létszámából azon személyek közül bízhatott meg egy főt az intézmény vezetésével, akik az intézmény vezetői képesítési követelményeknek megfelelnek, így Rácné Hegedűs Ilonára ruházta az intézmény vezetésével kapcsolatos teendőket a pályázati eljárás lebonyolításáig. Vélhetően a képviselőtestület a soros ülésén dönt a pályázati kiírásról, és a pályázati eljárás befejezéseképpen megfelelő személy megválasztásakor az intézmény vezetői állás betöltésére két variáció képzelhető el. Az egyik, amennyiben nem indul munkaügyi jogvita bíróság előtt a fegyelmi ügy kapcsán, akkor a pályázati eljárás lezárását követő első munkanapon már munkába is állhat az új intézményvezető, amennyiben pedig munkaügyi jogvita fog a ügyben keletkezni, akkor a bíróság jogerős döntését követő napon lehet az álláshelyet betölteni.